bar on the corner, sadly, rap preachers pray to God. Hello, gypsy cat, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more. They're on empty fridge. Ennek a műsornak a lényege az lesz, hogy különböző klasszikusokat feldolgozunk, azonban mivel ez nem egy tévés műsor, is sokkal kötetlenebb a dolog. Tehát lesz olyan előadó, akit majd arra kérek meg, hogy az eredeti nyelven az eredeti slágert adja elő, és lesz olyan is, mint most a te esetedben, hogy mivel te freestyle-ozni szoktál, hogy szeretném azt, hogyha a saját szövegkörnyezeteddel, a saját kifejezéseiddel csinálnál meg Tupactól a Kent címét. De nagyon jó, nagyon megtisztelve érzem magam. Az alapzene ugye adott lesz. Igen. És akkor ami egy picit nehezebb ebben az egész történetben az az, hogy időhöz vagyunk kötve. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy összesen 24 órád van, hogy ez az egészet megold. Tehát, hogy az alapzenére kész szöveggel felkészülve, felvételre készen legyen. Tudod ezt így ebben a formában vállalni? Tudom. Jó. Ami még érdekel, így hirtelen spontán, hogy itt mindenfele, nem tudom, mutathatjuk-e, de hogy fegyverek vannak. Hogy ez most tudatos azért, hogy tudtad, hogy jönni fogunk, vagy pedig tényleg a nappaliba fegyvereket tartasz? Ők ugyanolyanok, mint mit tudom én, a bélyeggyűjtemény, vagy a könyvgyűjtemény. De most azt akarod ebből, hogy van, aki bélyeget gyűjt, te pedig fegyvereket? Így van. Így van. Föl kell készülni mindenre. De mégis mi történhet? Soha nem lehet tudni, hogy mi történhet. Komoly értéktárgyak vannak, komoly ékszerek, meg hát azért itt van a családom. És ugye a gengszterep az arról szól, hogy valaki hiteles legyen. Ha hiteles, akkor ugyanúgy a másik oldalon is fegyverek, ugyanúgy itt is fegyverek, és mindenhol fegyverek. Fiókba fegyverek, ágy alatt fegyverek. És kényes fegyverek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan félreértik Tupac Shakur művészetét, és nem látnak belőle többet, mint hogy idealizálta a gangsterizmust. Én azonban másként tekintek rá. Én azt gondolom, hogy Tupac egy kapocs a problémás kölykök számára, akik amikor meghallják a zenéjét, akkor azt érzik, hogy nem csak egyedül kívülállók, és nem csak egyedül küzdködnek azokkal a problémákkal, hanem van még valaki, aki már lehet, hogy nem is él, de a hangján keresztül mégis egy ilyen távoli testvér érzetét kelteti számunkra. Hogy definiálnád a gangster rappet saját szavaiddal? Mi neked a gangster rap? A gangster rap nekem az életet jelenti, egy olyan helyet, ahová mindig menekülni tudok, mindig van helyem. Máshogy kérdezem, egy gangster rappernek kell a való életben is gangsternek lennie? Igen. Nem lehet elkülöníteni a két dolgot egymásról. Tehát gangster rapper lehet-e az, aki mondjuk a szövegeiben maximálisan megéri a gangster kultúrát, és mindent, ami ezzel együtt jár, viszont a magánéletben egy teljesen visszafogott és polgári életet él? Ez azért nem, én úgy gondolom, mert akkor nem hiteles az ember. És a hitelesség a legfőbb szempont szerinted a gangster rapben? Ebben a műfajban úgy gondolom, hogy azért igen, mert arról szólnak a szövegeim, most magamról beszélek, amit átéltem igaziból, és ami megtörtént velem. Számomra Tupac Shakur elsősorban nem rapper, hanem művész. Egy költő, egy valódi gettó Shakespeare, akinek ha kellően értelmezzük a sorait és átlátjuk a mögöttes tartalmat, ami a sorok mögött megbújik, akkor egy valódi zsenialitással találjuk magunkat szembe. Sokan, amikor meghallják, hogy Tupac fegyverekről vagy épp utcai erőszakról beszél rappel a dalaiban, amely egyébként szerves része a gettó kultúrának, akkor ebből azt feltételez, hogy ezzel tulajdonképpen Tupac legimitálta mindazt a nyers erőszakot, amiről beszél. Pedig nem történik más, mint hogy elmondja a saját dramatikus helyzetét, pátosszal teli sorszerűségét, és a következő sorban már azt mondja, hogy próbálj találni egy kiútat a játszmából, ami azt festi le, hogy bár negatív szimbolizmus használ a költészetében, valójában elítéli azt, és próbál abból megszabadulni. Épp azt láthatjuk, hogy egy a 20-as évei elején levő amerikai fekete fiatal próbál kilépni mindabból,
amit a sors neki rendelt. Még a csak egy műsor keretein belül, vagy egy projekt keretein belül is, de mégiscsak Tupac Shakur bőrébe fogsz bújni. Méltónak érzed magad erre a feladatra? Hát határozott nem. És nem azért, mert kisütő lennék, mert imádom, szeretem és hasonlókat éltem át, mint ő, de Tupacból egy van. Mert ő egy legenda. Őt nem tudja utánozni senki. Bár vitathatatlanul nagyszerű elme volt egy valódi legenda, azt gondolom, hogy mégsem szabad isteníteni Tupac Shakurt, pontosan azért, mivel ő is csak egy ember volt, aki különböző dolgokat sajnos nagyon is rosszul látott. Tisztázzuk, hogy Tupac alkotásainak fénykorában mindössze a 20-as évei elején járt, ami azért megmagyarázza, hogy nem volt még kellően érett ahhoz, hogy mondjuk meg tudja azt ítélni, hogy a dalaiban újra és újra előkerülő és bemutatott fegyvermániája az tulajdonképpen mekkora károkat fog okozni a saját közösségének. Hiszen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember halála köszönhető annak, hogy Tupac idealizált ezeket a fegyvereket. És végül egyébként az ő életét is egy fegyver oltotta ki. Tisztában vagyok azzal, hogy a fegyverek nem csak vérengzésre valóak, hanem a békét is maguk a fegyverek teremtik meg, viszont próbáld ezt elmagyarázni egy olyan anyának, akinek a fegyverek vették el a gyermekét, akivel 9 hónapon keresztül osztozott a lélegzetvételén. Eminem legújabb sláger a Darkness épp erre világít rá. As I slide the clip in from inside the hotel, leaning out the window, going Kaiser Sosa, finger on. Hogy teljesen megérts engem, szeretném, hogyha felkerestél, és nagyon megköszönöm, tisztellek, nagyon jó szakembernek tartalak. Attól függetlenül szeretném, hogyha az igazi gettóba, ahonnan elindultam, és ahol tényleg az igazi gettó közeg van, odáig jönnél velem. Számomra egy picit furcsa, hogy a legtöbb ember, akivel forgatok, az egy idő után megpróbál engem meginvitálni, hogy nézzem meg vele a gettót. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél velem. Igazán, Maki. Jól tudom, nem jártál még Gyöngyösen sem. Életem először járunk Gyöngyösen. Először jársz, és először fogsz járni akkor a Durándába is. Igen, abszolút. Ugyanis a Durándába fogunk elmenni. Ami azért különös, mert Kelet-Magyarország utcáin nőttem fel, azért láttam dolgokat, meg láttam szegény városrészeket. Illetve 14 éves korom után Marseille azon kerületeiben éltem, amik ma divatos szóval csak no-go-zónának hívnak. Annak ellenére mindig szerényen és mindig alázattal teszek eleget ezen felkéréseknek, és nagyon szívesen megnézek akár egy gyöngyösi oldalsú utcát, akár mondjuk a 4-es 6-os útvonalának vonzás körzetét. Ez a ház volt az, ahol felnőttél. Konkrétan ez az ablak. Konkrétan ez az ablak 30 évvel ezelőtt. Még mindig kedves emlékek fűznek ehhez a lakásban? Nagyon. Jó, ez itt a József utca. Ez a József utca. Régen itt álltak lányok és az egész környéken. Igen, ez volt a kocsisor. És milyen kötődésed volt a kocsisorhoz gyerekként? Az egyik nagybátyám alapította. Híres nevekkel, mint a Tarzan bátyám Isten nyugasztalja. A cinóber, mondjuk az Amzer volt, de itt a Kolapresszóban sokat ültek. És hát innen indult eredetileg az egész pályafutásom 12 éves koromban. Mai napig ismernek a környéken? Persze. Hogy nem? A munkájában hosszú távra nem igazán. Sziasztok, zsiványok! Jó minden? Jó, még jó van. Minden kívánok, minden jó. Ez még érzik, jó? Jó, jó minden, fiú? Szia, bratya! Majd, Isten áldjon! Áldjon meg őt! Békes! Jó minden? Jó, mit csináltok, fiú? Itt van egy ilyen gyerekközösség, egy ilyen keresztény közösség, most arra jövünk gyülekezetben. Gyülekezeti alkalom lesz most. Aha. Közösségi alkalom, most arra jövünk. És halleluja, parasztulja, minden játszik, igaz? Dicsőség a Jóisten. Ugye? Igen. Minden. Halleluja. Valaki, nem haragudjatok, hajléktalan közületek valaki? A Frankót? Hát úgy, hogy albérlő. Nem rosszból mondom, bátyám. Itt valaki csövinget, te az vagy? Pénzt akartam osztani, baszol. Itt vagyunk, elfogadjuk. Mindenki az, most mondják. De nem azok, bratyász, ismerlek gyerekkorom óta. Ilyenek nem. Ismerlek gyerekkorom óta. Akkor ő fékhajléktalan. De most frankon vagy? Most mi van, fiú?
Frankon? Igen. Nem megyünk Svájcba. Bratja, te mindig figyeld a világ életedben, megmondom, hogy akkor ilyen rafinált cigány voltam. Van ez? Itt, amit mindenki hallik tőle. Tudod, mit mondok neked? Legyen szerencsém. Köszönöm. Na, na meg tudom figyeld, hogy ti ára költöttem, hogy hiába vagy öreg baszott, hogy 8. körbe. Jó van, gyanázok, én átalak a kolába, figyeld meg a rózsacsin cicákba, ugye? Nem. Nem bizony. Bratja? A Esenlényibe volt régen a rózsacsin. Így van. Nem a lesz, Almási tér. Almási tér, igen. Jó mondom? Igen, Istenem, békesség legyen mérni. Megoldjuk, hallom. Kedves ember, áldjon benneteket. Áldjon benneteket. Nagyon szépen, szép hétvégétek. Csúmi álló. Köszönjük szépen, sziasztok. Látod az ismeretség mit tesz? Mondtam én nekem. Mennyire jellemző ez? A kamera miatt segítesz embereken? Nem, nem esküszöm. Minden nap része? Nekem ma minden napom része jön. Főleg ugye az ismerősök, tudod, ahol gyerek voltam. Megismert, valaki nem ismer meg, valaki megismert. Mennyivel nyugodtabb ez a környék most, mint mondjuk 10 évvel, 20 évvel ezelőtt? Az én gyerekkoromban nem volt annyira balhés. Hát most pont fordítottan gondolkozok. Sokan azt hinnék, hogy most rosszabb lett. Nem lett rosszabb. Nem lett rosszabb. Szerintem szegényebb lett. Akkor azt mondod, hogy a 8. kerület az tulajdonképpen most egy picit szegényebb és rosszabb, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. Igen. Igen. Én, mint itt lakó, ugye itt felnövő, nekünk ez olyan volt, mint egy kis család. Mint egy kis család. Összetartás volt, együtt jártunk szórakozni, és nagyon jó volt itt az élet, együtt játszottunk. Miből lehetett itt pénzt csinálni? Hát, miből tud pénzt csinálni a gyuce gyerek? Megint itt szól? Muszáj! Ilyen zsivány! Egészségedre! Köszönöm! Minden fazont ismersz itt a környéken egyébként? Hát, akit kell, ja. Akit kell, igen. A kerületnek a respektációját azt élvezed még mindig? Ugye te már nem itt laksz a 8. kerületben, ezt talán elmondhatjuk, ez publikus. Nem a 8. kerületben lakok, egy zöld övezetben lakok, de itt nőttem föl, én mindig is ide fogok tartozni. Világos, csak hogy a kerületben lakók mi mindig tisztelen értem a respektációt, természetesen. Mint ahogy látszódik is, ez nem megbeszélt felvétel. Jövünk, megyünk az utcán, fogalmunk sincs, kibebotlunk bele, majd megnézzük. Időközben megérkeztünk a kultikus diószegi Sámor utcában. Igen, a kultikus diószegi. Hát ettől szebben nem tudtam mondani. Szóval azért ezt a környéket és ezt a részét rehabilitálta már a kerület, itt a Kálvár-tér környékén. Viszont ott bent mai napig egy picit húzós részek vannak. Been spending most our lives living in the gangster's paradise. Now why are we so blind? Diószegi Sámuel utca, ahol valamiért az emberek nem igazán szeretnek menni, mert rossz híre van. Gyakorlatilag azt mondják, hogy itt egy hölgy egyedül mászkál, akkor berántják. Ilyet is hallottam. Ez így van. Én nem tudom, én sokat jártam itt régebben is, most is. Nem találkoztam egyébként olyan problémával, hogy itt élhetetlen lenne a környék. Nyilván ez nem a Újlipót városi rész, de hát azt gondolom, hogy nagyon sokat rehabilitálták ezt a közelmúltban. Te hogy látod ezt? Én úgy látom, mint az itt felnövő, az itt születő, az itt lakó, hogy nekem nem változik semmi, rehabilitálták. Ugyanúgy omladoznak a falak, ugyanúgy sajnos rossz hírét keltették ennek az utcának. Ez egy nagyon szép munkás utca volt a 70-es, 80-as években, itt végig lehetett mászkálni. Különböző kerületekből bejöttek ezek a, nem tudom, kábítószeres, drogos emberek. Így biztos, hogy kicserélődött, úgymondom, vérfrissítés folyt ugye ebbe az utcába. You too, boy, if you fuck with me, the ministry's gonna have to come and get me. Off my broom, Nimbus 2000, fly by to the haters that's clowning. Draco's gonna act up, he's getting smacked up. Cool as dead. A legelső szövegem, de már ez nem ugyanaz a pad. Ez azért nem ugyanaz a pad, mert az kőből volt. Kőből volt, de mindegy. Hát így behatárolva ez a pad volt az, ezen a helyen volt, vagy talán odébb, ez itt nem volt. Jó, hát nyilván a Rákóczi-tér azért megváltozott a közelmúltban. Nagyon. Tehát ez volt a prostitúciónak a fellegvára.
Igen. 90-es években. Igen. És ennél a padnál, amit ugye már kicseréltek azóta, de nagyjából mégis azért ezen a helyen. Igen. Írtad meg, azt mondod, az első dalszöveg. A leges-legelső dalszövegemet ezen a helyen írtam meg. Jó. 13 évesen. Akkor azt gondolom, hogy a lehető legjobb dolog, amit kérhetek, az az lesz, hogy magadra hagylak ezen a padon, és láss hozzá. Tupac Kent című felvédőt. Köszönöm. Jó? Holnap találkozunk. You too, boy, if you fuck with me, the ministry's gonna have to come and get me. Várjunk egy kicsit, mert amikor elkezdtük ezt a közös felvételt, akkor az volt a kifejezett szándékom, hogy az elején fogom neki engedni, hogy vigyen el különböző helyekre, mutogasson, amit csak szeretne, és aztán az volt a tervem, hogy a végén elviszem egy olyan közegbe, ami számára egy picit idegen. És akkor a József utca, meg a Rákóczi tér, meg a Diószegi után egyszer csak megkérte arra, hogy menjünk el a Zsidó Egyetemre, és nézzünk meg közösen egy monodrámát. Mondom, what? Ezúttal hova is jöttünk? Ezúttal az egyetemre, a Zsidó Egyetemre, ahol a régi zenetanárom, a Kislánya Pokolba című musicalt ő rendezte, ő írta, és... Ezt fogjuk megnézni. Eljöttünk megnézni ezt a musicalt. Jó, menjünk. Ne csak a gettóba mászkáljunk. Oké. Okay. Egyébként még ekkor is megvoltam arról győződve, hogy szórakozik velem, és nyilván csak bemegyünk, megtudtuk, hogy van egy előadás, és akkor le fogunk ülni, stb. És nem. Bementünk, és tényleg ismerték bent az emberek, és kiderült, hogy amikor azt mondta, hogy Krisz László rendező úr személyes barátja, igazat mondott. Nem, hogy személyes barátja, a csávó gyakorlatilag imádja Bekét. Mennyi, 5 vagy 6 éve? Vagy 7? Javítsák én. 7-8 éve. Inkább 7-8 éve. Én 7-8 éve találkoztam vele, és akkor, akkor csináltuk, pontosan 2012-ben, akkor csináltuk a Fészek Művész Klubban a Görsön Show-t. És én megismerkedtem vele, és hát egy nagyon tehetséges embert ismertem, ugye Big Bucks volt. És azt beszéltük meg, hogy a Görsönyben fog egy Görsöny számot el Big Bucks-olni. Illetve hát nem csak Big Bucks-olni, hanem rappelni. És akkor én megkértem, kiválasztottuk a számot, és akkor megkértem, hogy írjon rá egy szöveget, egy rap szöveget. És egy fantasztikus rap szöveget írt rá, akkor megbeszéltük, hogy ilyen fehér smokingba lesz, akkor éppen ilyen Tupac mániája volt, tehát ő fölvett ilyen nem tudom micsodát, és hát egy nagyon, nagyon brutális, nagyon jó számot adott elő a közönségnek, és hát ami nagyon érdekes, hogy Gershwin, tehát George Gershwin még soha senki a világon nem rappelt, ő volt az első. Kezdtem őt tanítani, foglalkoztunk ilyen hangképzéssel, tehát hogy ne csak rappeljen, ami a prózának egy ritmikus változata, hanem kezdjen el tanulni énekelni. Ezt tisztázzuk már, hogy akkor ő nem csak rendező, hanem énektanár is egyben? Nem vagyok énektanár, de hát zenés színész szakon végeztem, és hát körülbelül 10 évet játszottam zenés színházakban, zenés darabokban, tehát mint olyan van hozzá közöm, és van tapasztalatom. Záró kérdésnek hadd kérdezzem már még meg azt, hogy milyen sűrűn látja egyébként az előadásain fent említett művész urat? Őt? Soha. Valahogy jól. Vagy kívánok. De vigyem, mert fölfelé fordult a kamerát. Tehát az úgy, Endékem, kétszer voltál. Helyében volt. 8 éve volt először, meg most 8 éve. Hát ugye azt próbáltam, és akkor nyugodtan majd vágd össze. Tehát a Bekének azt próbáltam elmagyarázni, hogyha ő bármilyen előadó művészeti területen akar tovább menni, az nem a amatőr, dilettáns, hobbista szemlélettel kell nézni, hanem profi módon kell, azt föl kell építeni. Az akkor benne van, hogy miért kelek föl, mit csinálok délelőtt, mit csinálok délután, mit csinálok este, hogyan fekszek le, mikor fekszem le, kivel fekszem le. Hát ez minden az égvilágon hozzátartozik. Egy utolsó utáni kérdés, meg hagyd tegyek fel önnek. Lehet utolsó utáni. Hát ez lesz az utolsó utáni. Na szóval ön szerint egyébként maga a művészet és akár egy dráma, akár bármi, ami kulturális vonzattal bír, képes-e nevelő jelleggel hatni egy olyan emberre, aki egy olyan környékről jön, vagy egy olyan környezetből, ahol addig rá csak a gangster kultúra hatott? Igen. Lehet-e jobb ember? Lehet-e ő egyszer egy
a Magyar Köztársaság számára egy teljesen megbecsült figura, egy tökéletes adófizető, ha mondjuk rendszeresen jár előadásokra, vagy elindíthatja ezen az úton, nem csak őt, akárki bárki más. Hát mondjuk attól, hogy színházban jár, attól nyilvánvaló, hogy nem. De mondjuk a műveltség, kultúráltság, mint olyan, az kellene, nem neki, mindenkinek. Egyébként a kérdésedre válaszolva, aki nem is olyan messze áll mögötted, ő is a kemény nyolcból jött, ma már színész, táncos végzettséggel bír, perfekt angol, főiskolára jár, tehát egy olyan fiatal ember lett, aki úgymond a idézőjelben ugyanúgy rossz gyerek volt, ugyanúgy verekedett, stb. Tehát azért vannak itt példaképek, én szoktam nézni a Dick TV-t. Nem azt mondom, hogy az egész, de vannak benne olyan értelmiségi roma fiatalok, akik abszolút példamutatók, imponálnak, csak tudatosság kell. Egyébként erre a Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemnek a szociális munkás szakára például. Az egy osztályban, ha mondjuk vannak 20-an, abból 16-an roma származásúak. Itt a főiskolán, tehát a Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemről beszélek. Igen, és most megint csak önnek lett igazán, tényleg egy utolsó utáni kérdésem, hogy ha mondjuk úgy dönt a Beke, hogy ilyen pályára adná a fejét, és elindul mondjuk ezen az úton, akkor lenne a helye itt a Zsidó Egyetemen? Abszolút. Tehát le kéne érettségit le kéne tenni, de ezt gondolom már neki megvan. Ez dönt mindig, tehát minden, tehát 8 éve, milyen érdekes, miért kellett 8 évet erre várnunk? Hogy most rájöjjél, hogy a profizmus az mit jelent? A profizmus az azt jelenti, hogy amit előbb említettem, hogy minden percemet beosztom. Minden perc. Tehát olyan, hogy tehát ő ösztönösen nagyon tehetséges ember. Tehát nagyon-nagyon tehetséges. Csak arra kéne, hogy rájöjjön, és olyan társaságba kéne járni, olyan emberekkel kéne körbevenni magát, akik arra próbálják őt sarkalni, hogy a tehetsége az ez önmagában kevés a szorgalom nélkül és az alázat nélkül. Ha nem rólad lenne szó, akkor most nagyon csúnyán beszélnek. Tehát azt kell megérteni. Nekem azt mondta, következőt mondta nekem az osztályfőnököm a színművészeti főiskolán. Fiatal voltam, vad voltam, nem úgy bántam a tehetségem, ahogy kellett volna. És akkor egyszer elkapta a grabancomat, és azt mondta, ide figyeljen, Kriszt, magának egy dolga van a tehetségével együtt, hogy háromszor annyit dolgozik, mint a középszerű. Tehát a tehetség az csak erre predesztinálja Bekét, hogy háromszor annyit dolgozzon, mint a többi, akik nincs olyan tehetség, nincs olyan affinitás, nincs olyan készség, hát ez még várat. De én 8 év múlva, ha Jóisten megadja, itt leszek. Rendező úr, még egy utolsó utáni kérdésem nem lenne, hogy... Mindjárt. Bár ez inkább költői kérdés. Volt már olyan, aki a Zsidó Egyetemnek a dísztermébe egy szűzmeri nyaklánccal jelent meg korábban? Ilyen kijelentem a kamerába, nem volt. Úgy, de szeretlek te, egy a madrága szív. Istenem. Kaptál egy nagyon komoly ajánlatot, hogy miszerint, hogyha rávennéd magad, hogy tanulásra adod a fejed, igen, akkor helyed lenne a Zsidó Egyetemen. Igen. Hogy elképzelhet, hogy fogsz élni ezzel az ajánlattal, vagy pedig ezt érvel elveted? Elképzelhető, nem. Elképzelhető. És mi lennél mondjuk, milyen irányultságot választanál ezen a Zsidó Egyetemen? Mondjuk elképzelhető, hogy egy napra abbi lennél? Nem, igazából nem maga az identitás, vagy a hit, hanem az, hogy egy egyetemet, egy főiskolai végzettséget az ad ez az intézmény, és azon belül is én úgy gondolom, hogy a zenei pálya. Akkor most végül is mondhatjuk azt, hogy jelenleg úgy értékeled, hogy maga az iskolai végzettség az egy ugyanolyan rangot ad az embernek, mint mondjuk egy aranyaklánc? Az utcákon? Többet. Értékesebbnek tartod ez szerint a literatúrát, mint a magát, az anyagiasságot? A literatúrát? Hogyne? Hát hogyne? Százmillós arról szól az egész világ igazából. A körmes után pedig maga a klipforgatás helyszíne következett, ahogy megmondtam előre, sem a szövegbe, sem a zenébe, sem a klipforgatás koreográfiájában, sem annak semmilyen mikintjével nem szólok bele. Teljes szuverenitás és teljes szabad kezet fogjuk kapni. Szóval elkészült a készanyag, aminek egy részét azt végezetül majd be fogom vágni a videó végére, és aki meg szeretné nézni az egész klipet, az pedig a leírásban található linkre
kattintva teheti ezt meg. És ezzel gyakorlatilag el is értünk a sorozatunk első részénél befejező adásához, ami egyébként havi rendszerességgel még vissza fog térni a csatornára, csak ugye mindig más karakterekkel, mindig más szereplőkkel. Ebben az elsőben Rugós Beke volt a főszereplő, nagyon sokan nem értették, nagyon sokan próbálták számunk kérni. Én teljesen jól szórakoztam vele, és azt gondolom, hogy igenis, ha nem is teljes mértékben változott meg mondjuk a világról alkotott képe, de biztos vagyok benne, hogy pozitív tapasztalatokkal ért számára is véget ez az együtt töltött időszak. Nem is maradt más hátra, mint hogy mutassak nektek egy rövid részt az elkészült anyagból, és ezzel megköszönjem a figyelmeteket, és arra kérlek benneteket, hogyha még korábban nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el bekövetni Instagramon sem. Találkozunk legközelebb is, és ne felejtsétek, senkivel ne legyetek sem felsőbbrendűek, sem pedig előítéletesek, hiszen ha van tanúsága a Bekével együtt töltött időszaknak, akkor az az, hogy mondhatott bárki bármit erről a csávóról, igenis oda tudta magát tenni, és komolyan vette a rábízott feladatot.